Hatóságiak szóvá tették, hogy a tibeti zászlók látszanak a tér túloldalán, és ez zavarhatja a kínai elnököt. A Tibetet segítő társaság viszont éppen azért jött, hogy tiltakozzon Tibet megszállása ellen. Demokrácia! Budapest! Adja vissza! Nem lopunk! A dulakodó férfit a rendőrség elengedte, majd az ott maradt tiltakozókat igazoltatta. Közben a delegáció érkezése miatt leállították a buszforgalmat. A demonstrálók ezután léggömbre kötötték a Tibet zászlót, és feleresztették a trolibuszok sorfala mögül. Ekkor egy másik férfi érkezett. Minek van itt a rendőr? A támadót a rendőrség egy perccel később elengedte. Szétszaggatta a tibeti zászlót, arcunkba vágott, mellünkbe ütött. Egyéb jelentősebb fizikai vagy testi sérülés nem történt, bár hangsúlyozom, hogy vér is folyt. A két garázda férfi ellen nem indult eljárás, mert a rendőrség szerint mindkettő diplomata. A külügyminisztérium felé tekintettel arra, hogy diplomáciai mentességet élvez ez a személy, a illetékes és a okmányokat, azon leveleket átküldtök, melyek ilyen esetben szükségesek, hogy megírjuk, és ezzel várjuk a külügyminisztérium intézkedését. A külügyminisztériumban azt mondták, hogy a rendőrségi levél még nem érkezett meg, ezért még nem tudnak intézkedni. A diplomáciai mentesség nem jelenti azt, hogy egy diplomata egy idegen országban bármit megtehet, mondjuk összeverekszik az utca emberével, mert nem tetszik neki valami. Ilyen esetben ezt a diplomatát hazarendelhetik, vagy hazaküldhetik. Kérdés, hogy ebben az esetben, ami tegnap történt, mi következik? Blénesi Gábor, RTL Klub, Budapest. Az elném. El kellett engedni. És kit fizetik ezt?